Isten igéjében a megváltással kapcsolatban. Efézusi levélhez lapozzunk. 7. verszak. Akiben van a mi váltságunk az ő vére által. Mondjad hangosan. Akiben van az én váltságom. Hallod? Hol, kiben van a váltságod? Várjunk egy kicsit. Egyáltalán fogd föl, van váltságod. Van váltságod. Megtörtént a váltság. Itt a vásárlásról van szó. Tehát eredetileg a megváltás szó, az azt jelenti, hogy valaki elmegy, kimegy a piacra és vásárol. Tehát vásárlásról van szó. Amikor azt mondja Isten igéje, hogy akiben van váltságunk, akkor itt azt kell látnod, hogy aki, tehát megjelent a vevő, és megvett tégedet, te vagy az áru, és téged egy tulajdonos váltás történt, amikor megvásárolt téged az Úr. Az ő, és azt mondja, az ő vére által, tehát az ő a vásárlásnak, a tranzakciónak az alapja az Jézus Krisztusnak a vére. A Jézus Krisztusnak a vére a te ellenértéked. Hú. Hallod? Maga a Jézus élete az ellenértéke a te életednek. Te nem egy szerencsétlen flótás vagy, hanem téged felértékelt Isten. Amikor Jézus a vérét adta érted, akkor azt mondta, hogy ez a legdrágább vér a mennyben. Ez az egész világ mindenségben a legdrágább valóság. Nincs hozzáfogható, nincs olyan hatalmas, nincs olyan, ami egyáltalán felérne ahhoz, és ezzel fizetett, érted, Isten a názáreti Jézus Krisztus vérével. Azért ez már valami. Tehát te nem ilyen alkalmatlan, kisebb rendűségi, komplexusokkal küzdő, magadat semminek tartó. Ez addig voltál, amíg az ördög tulajdonába voltál. Addig tényleg. Tehát addig tényleg lehet, hogy egy ócska vas voltál. Tönkretett az ördög. Kihasznált. Leamortizált az ördög. És megláttad, hogy nincs értéken. És odajött a názáreti Jézus. És látta, hogy huha, ebben van valami. Ez nekem kell. És akkor megvásárolt az ő vérével, és elkezdett otthon tisztítani. És kiderült, hogy azért ott a kosz alatt, ott előjön az arany, előjönnek a dolgok, de igazából azért, mert ezt ő teszi belénk. Tehát nem magunk miatt, hanem ezt ő miatta van meg az életünkben. Tehát ő felértékelt tégedet. Jézus a vérével fizetett érted. Jézus a vérét adta érted. A legdrágábbat adta Isten oda. Ami csak számított neki, a legdrágábbat adta oda. Azt mondja Jézus, tehát Isten országa hasonlít ahhoz a kereskedőhöz, amikor egy kereskedő igaz gyöngyöt talál, és elmegy, eladja mindenit, és megszerzi azt a igaz gyöngyöt. Gondold el, hogy te ilyen igaz gyöngye vagy Istennek. Isten, azt mondja a Biblia, Pál apostol azt írja, hogy Isten mindenét odaadta te érted. A legdrágábbját adta oda te érted. Amikor meglátott téged a piacon, hogy árusított az ördög,
Akkor leküldte a földre az ő fiát, és ez a fiú abszolút tökéletes életet élt, semmi bűnt nem követett el, abszolút minden cselekedete, minden beszéde, minden gondolata, minden helyes volt, tökéletes volt. És amikor a vérét adta, és ezzel pecsételte le az ő életét, hogy a vérét kifolyt, így lett a legdrágább vér, és gondold azt el, hogy ezt a vért utána kifizette, érted az atya. Azért te már nem vagy semmi. Tehát ne úgy gondolkodjál, hogy én a nyomorult, én a szegény, én a semmi, én a szerencsétlen, nekem nem sikerül semmi. Hát azért nem sikerül, mert még mindig azt hiszed, hogy az ördögnek a árucikke vagy. Már megtörtént a tulajdonváltás. Te már Jézus Krisztusé vagy. És ez egyszer és mindenkorra. És nézzek, hogy mit hozott be. Azt mondja a 7. verszak, a bűnöknek a bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Tehát mi történt a váltsággal, amikor kijött Jézus Krisztus vére? Bűn bocsánatod lett. A megváltás az a bűneidnek a bocsánatáról szól. Kolossé levél első fejezet, 14. verszak, akiben van a mi váltságunk, ugyanaz. Tehát ez az alapja, a Jézus vére az alapja az életednek, hogy az ördögnek nincs innentől joga hozzád. Miért tűröd el az ördögöt az életedbe? Miért engedsz újra szabad átjárást az ördögnek? Neked is ki kell raknod a tábládat. Tilos az A. Itt már nincs átjárás. Én Jézus Krisztusé vagyok. Betegség. Hát te mit keresel itt? Hát semmi közöm hozzád. Régen volt közöm hozzád, de most nincs között hozzám. Mert Jézus vére elválasztott engem tőled. És akkor látod a támadásait az ördögnek, és csak nézed, és sopánkodsz. Már megint támad az ördög. Már megint támad az ördög. És itt megállsz. De emberek, jussatok már oda, nincs is joga. Nincs joga, hogy az életeden megtelepedjen. Neked kell kinyitnod a szádat, és neked kell kimondanod a szellemnek a kardját, neked kell használnod, senki nem fogja helyetted megtenni. Amíg te nem nyitod ki a szádat, amíg te nem használod a szellemnek a kardját, addig nem fog történni, az ördög nem fog háttérbe vonulni. Nem fog elmenni az életedből. Azért nem fog, mert ezt neked kell megtenned. Ez a te dolgod ebben. Isten megtette, amit az ő dolga. Te meg tedd meg, ami a te dolgod. Erre te mondhatod azt, de hát ezt tettem, és nem sikerült. Akkor nem voltál elég kitartó. Ábrahám 25 évig tette. Ezzel nem azt mondom, hogy neked is 25 évig fog tartani. De készülj fel! Ja, lehet, hogy 26. Tehát de egy biztos, tántoríthatatlanul a megvallásodnál maradj meg, és meg fogod látni, hogy áttörés fog jönni. De amikor én szellem kardjáról beszélek, én nem arról beszélek, hogy csak kimondott papagáj módjára az igét. Az nem fogsz hatni az ő, ő is mond neked egy igét. És te fogsz elcsodálkozni, hogy most mi van. És lehet, hogy azért vagy összezavarva az Istennel kapcsolatban, mert az ördög is kimondott igéket, és te azt hiszed, hogy az a te gondolatod, vagy Istentől van az az ige, és összezavar téged, és azt gondolod, hogy nem is úgy működnek a dolgok,
De azt az igét, azt az ördög mondta. Mert nem tudod, tehát az, hogy pszichétből előhozol egy igét, vagy logikusan előszeded, hogy na erre a helyzetre, itt az igén. És akkor elmondod. Hát az ördögöt nem hatod meg. Nem fog semmi változás beállni az életedbe. Tudod, hogy mikor fogsz hatni az ördögre? Hogyha a szellemnek a kardját használod. Az azt jelenti, hogy olyan ige, ami a szellemeddel összefort, ami te vagy, értek? Hogy ami benned az ige, meg hussá és véré vált, és azt az igét mondod ki az ördögnek, a spontán, nem is kell nagy készülődést csinálnod előtte, ahogy Jézusnak se kellett, spontán kimondta az Isten igéjét, és úgy elment az ördög, elment tőle, elmegy tőled is az ördög. Azt mondja Isten igéje, álljál ellene az ördögnek, és el fog futni tőled. Tehát mit kell csinálnod? A szellem kardját, nem a pszichédből előbányászott, emlékeidben levő, emlékezetedben levő igét kell használnod. Mert az csak psziché. Abban nincs benne szellem. A szellem az, amikor a benső személyiséged, szíved, szellemed, teljes lényedben azonosulás történt azzal az igével, és azt az igét mondod ki. Emberek, minket tudod, miért teremtett Isten? Fegyvereknek. Mi halálos fegyverek vagyunk. Mi vagyunk a halálos fegyver az ördög számára. Ezért mondja a Róma levél, ugye 6. részébe, hogy a tagjainkat fegyvereül az Istennek. Szálljuk oda. Mi vagyunk ezek a fegyverek. De te azt mondod, hogy én fegyver, hát örülök, hogy élek. Hát már így is örülök, hogy az ördög most leszállt rólam, és eddig is évekig tanyúzott, és csoda, hogy megmaradtam így, ahogy most vagyok. De hát emberek, hol élsz? Hát egészen más pályát képzelt el neked Isten. Neked Istennek a pisztolytáskája üres, mert ott a te helyed. Isten téged akar elővenni. Amikor az ördögre rá akarja irányítani a fegyverét, akkor neked ott kell legyél, készenlétbe. És el kell kezdeni, tehát, hogy Isten elkezdje használni tégedet. De hát ez úgy kell használni, neked ilyen emberé kell lenned, hogy újra szól a hat lövetű. Újra és újra, újra és újra. De az az ige megelevenít, felelevenít, táplál, megerősít, befolyásol, és akkor tényleg azon, hogy újra elő van a jó, a rossz és a csúf. Te ebben a jó vagy! Te a jó oldalon vagy! Tehát akiben van a váltságunk az ő vére által. Ez már megtörtént. Te már ki vagy váltva. Te már meg vagy vásárolva az Isten számára. Neked nincs te hozzád köze az ördögnek. Akkor miért tűröd el az életedben? Miért tűröd, hogy az ördög rád tenyereljen? A dolgaidra rád tenyereljen? Tessék kiadni az útját! Emberek, a szellemünkben, itt a 7. is az van, hogy a bűnök bocsánata. Tehát a megváltásod arról szólt, hogy amikor tulajdonváltásba kerültél, akkor a bűneidnek a bocsánata megtörtént. Teljesen megbocsájtotta Isten a bűneidet. Ezt tudod, milyen örömre kell, hogy fakasszon? Miért nem fakaszt örömre? Miért bambulsz közben is, amikor ezt mondom? Azért, mert démonok össze-vissza cincálják az agyadat, gondolataidat, érzéseidet. Nem azért mondom ezt, hogy rád mondjam, hanem
ez azért van, mert nem tudsz ennek örülni. Emberek, a legnagyobb problémát az életedben a bűneidnek a megoldása. Nem a sárga csekkek a legnagyobb problémák az életedben, emberek. Nem a Szél Kálmán 2.0 a legnagyobb probléma az életedben. Nem a betegségek a legnagyobb probléma az életedben. Nem a rokonaid, a testvéreid, vagy bárki a legnagyobb probléma az életedben. Hanem a bűneiddel. Mi van? Mi a helyzet a bűneiddel? Sikerül-e megoldani? Mert ha az sikerül, akkor nincs betegség, nincs halál, nincs semmi, hogyha sikerül megoldani a bűneidet. Emberek, a bűneid azok, amik elválasztanak Istentől. A bűneid akadályozzák meg, hogy Istennek a keze ne tudjon, Istennek a keze hatni az életedbe. Lerombolja az ördögnek a munkáit. Nem olyan süket az Úr füle, hogy ne hallana meg, hanem a bűneid miatt nem tudja ezt megtenni. Nem olyan rövid az Úrnak a keze, hogy ne tudna megszabadítani. De a bűneink falat képeznek Isten és mi közöttünk. A bűneinkre kell valami választ kapjunk ahhoz, hogy valami új beálljon az életünkbe. És ha ezt megoldotta Isten, ha ezt megvan erre a megoldás, akkor nincs az a probléma, ami téged el tudna szakítani a Krisztusnak a szerelmétől. Az Istennek a szerelmétől, ami van a Krisztusban. Tudjátok, milyen jó az, amikor a szellemed belemerül Isten szeretetében? És ezt nem azért mondom, hogy elhasznált szlogenként használjam ezt. De emberek, mi szeretetre vagyunk teremtve. Ha nem az Isten adja, ha nem az Isten szeretetét merítkezünk bele, a szellemünk, a szívünk nem ebbe merül bele, akkor keresni fogod a világnak a szeretetét, keresni fogod embereknek a szeretetét, keresni fogod a pénznek a szeretetét, mindenféle szeretetet fogsz keresni, de igazából nem elégít meg más, hanem csak az Istennek a szeretete. És ezzel a szeretettel kell, hogy tele legyél. Hát hogy tudna engem szeretni Isten? Hogy lenne képes Isten szeretni egy olyan embert, mint amilyen én vagyok? Hát nagyon egyszerűen. Jézus Krisztusban. Bűneidre először megoldást kell, hogy találjon. És nézzek, hogy mit mond a zsidókhoz írt levél 10. verszak. Tehát zsidó levél 10. fejezet. Na, hadd mondjam el az első verszakot is. Ugye ezt nem hangsúlyozom eléggé. Ez többször kell, hogy újra és újra és újra és újra teljesen átjárja a gondolkozásunkat. Figyelj, mit mond az Isten igéje. Hát igazából a 9. fejezettől kéne elkezdjem. Na jó, 10. első versszak. Mivel, hogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg. Ennél fogva azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szüntelenül visznek, sohasem képesek tökéletességre juttatni az odajárulókat. Fú, nagyon óriási üzenet van ebbe benne. Elmondom, hogy mi. Hogy a te szellemed is átmenjen egy masszázson. Isten igének meggyúrja a szellemedet. Figyelj, mert akkor elindul a vérkeringése a szellemed. Most idézelben mondom. Vérkeringése. Figyelj, a törvényben nem a dolgok képe voltak meg. Az Ószövetség nem tartalmazta a valóságot, hanem az árnyékait tartalmazta. Tehát azt mondod, hogy hát velem csak ezek történnének meg Isten áldásaiból, amit az Ószövetségben megtörténtek, hát azzal már elégedett lennék. De én azt mondom neked, ne add alább, mint amit Isten akar az életedbe. Isten magával
a valóságaival akar, hogy találkozzál. Amen. Magával a valóságot akarja, hogy tapasztalat, tudod, hogy tapasztalatod legyen. Hát nézd meg azt, hogy más az, hogy az árnyékom ér hozzád. Most hol, tehát mondjuk ott van a... Ugye, amit mutattam nektek, hogy itt az árnyékom. Na milyen? Tehát most hozzád ért az árnyékom. Tehát ez az árnyék. Én vagyok a dolog, vagy a valóság mondjuk, és a valóságnak az árnyéka ér hozzá. De más így hozzáérni. Értek, hogy egészen más az árnyékban lenni, és egészen más a valósággal megérinteni. Az Ószövetség az árnyékával érintette meg az embereket, de az Új Szövetség a valóságos dolgokkal érintette meg. Tehát ennél fogva azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szüntelenül visznek. Milyen áldozatokat vittek esztendőnként? A bűnért való áldozatot, az engesztelésnek az áldozatát. Hogy Isten megbocsássa a bűnöket, de ez azt mondja, hogy mi, hogy esztendőnként vittek, ez azt mutatja, hogy nem tette tökéletessé az embereket, hanem újra, és újra, és újra, és újra, és több száz éven keresztül újra, és újra, minden évben be kellett vinni az engesztelő áldozatot, hogy Isten bocsánatát megkapják az emberek. De csak ideiglenesen! Az addig elkövetett bűneikre, de a következő évben elkövetett bűneikre már nem tartalmazta, azt majd a következő évben bemutatott áldozatot, be kellett mutatni áldozatot ahhoz, hogy a következő évnek a bűneit megbocsássa Isten. Tehát sohasem, tehát mivel hogy szüntelenül vitték évenként, sohasem, ez azt mutatja, hogy sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat. Magyarán ők megmaradtak olyannak, amilyenek voltak. Tehát ezek az áldozatok nem tudtak hatni úgy rájuk, hogy lényegileg változás lépjen be az életükbe. Második verszak, különben megszűnt volna az áldozás. Tehát magyarán, ha tökéletességre vitte volna őket, akkor már többet nem kéne áldozni. Értük. Ez óriási, mert ha belegondolsz abba, hogy Jézus egyszer áldozta meg magát, és többet neki nem kell áldoznia, ez azt jelenti, hogy minket viszont tökéletessé tett az áldozat. Gondold el, hogy minket tökéletessé tett az áldozat. A szellemünk, a lelkünk, tehát ugye testünk, tehát most kívülről haladva, van testünk, van lelkünk, van szellemünk. És gondold el, hogy van benned egy olyan rész, a szellemed, ami most tökéletes. Abszolút, ennél tökéletesebb nem lesz. Tehát amikor föl fogsz támadni, vagy elragad az Úr, és átváltozik a tested, a szellemed az ugyanez lesz. Nem lesz tökéletesebb, nem lesz szentebb, nem lesz igazabb. Már most hordozza, van benned az egyharmad részed, az abszolút tökéletes, igaz, szent, tiszta valóság. Ha újjászülettél. És elkövettél bűnöket, de a szellemed nem tudott elkövetni bűnöket. Tehát van benned egy olyan rész, az egyharmad részed, az abszolút tökéletes. Ezért mondja a zsidókhoz írott levél 13, hogy ezért tudunk járulni a tökéletes igazak szellemeihez, mert nekünk is a szellemünk tökéletes. Mert különben nem tudnánk oda járulni. Na mit szóltok hozzá, hogy a szellemed tökéletes? Már most van benned egy olyan valóság, ami lehet, hogy a tested nem tökéletes, lehet, hogy a lelked nem tökéletes, de a szellemed az abszolút tökéletes, ha újjászülettél. Abszolút tökéletes. Ennél tökéletesebb nem lesz. Tehát Isten nem hoz változást a szellemedbe az elragadtatás során, vagy a feltámadásod során, az mindig ilyen lesz. Tökéletes. Mert már most is tökéletes. Mert ha nem lenne tökéletes, akkor Jézus Krisztusnak többször kéne megáldoznia magát.
Értitek? Mert az Ószövetségbe azért vittek újra és újra minden évbe áldozatot, mert nem volt képes tökéletességre juttatni az oda járulókat. Jézus egyszer megáldozta magát, utána már többet nem kell áldoznia, tehát ez azt jelenti, hogy tökéletessé tett bennünket. De ha megnézzük az érzelmeinket, ezek nem tökéletesek. Ha megnézzük a gondolkozásunkat, nem tökéletes. Megnézzük a testünket, még van hiány. Vagy folyamatosan hiány, ahogy öregszik. Kevesebb, nem mondok már semmit, mert a hitbeszédét szóljuk, és nem a láthatókra nézünk. Tehát van bennünk egy rész, ami tökéletes. Én ennek nagyon tudok örülni, hogy van egy részünk, ami tökéletes. Oda még a bűnnek az árnyéka sem tud oda vetülni. Azt mondja az Efézus 1.14, hogy lepecsételte Isten a Szent Szellemmel a szellemünket. Tehát még pecsétet is helyezett rá. Azt nem lehet, tehát nem lehet fölnyitni, mert az ő pecsétje van rajta. Ugye régen ugye Jézus sírját is azért pecsételték le, mert az a fennhatóságot jelentette. És ha Isten pecsétel le valamit, az azt jelenti, hogy azt magának lepecsételte. És azt mondja, különben megszűnt volna az áldozás, mivel hogy az egyszer megtisztult áldozók többé semmi nemű bűntudattal nem bírtak volna. Tehát miről van szó, amikor tökéletessé vált a szellemünk? Akkor emberek, bűn az, hogy bűntudatot érzel. Tehát neked nem szabad bűntudatot érezned. Ha bűntudatot érzel, az bűn. De abból azt is megbocsátja az Úr. Tehát mi nem a bűntudat emberei vagyunk. Az Ószövetségben a bűntudat emberei voltak. De mi, nekünk nem kell, hogy bűntudatunk legyen. Nekünk meg kell bánnunk a bűneinket. De nem szabad bűntudatot elviselnünk magunkban. Mert a bűntudat az a sátánnak az eszköze. Isten nem akar rád bűntudatot tenni. A bűntudat az lebénít. A bűntudat az azt okozza, hogy leértékel, amortizál. De Isten fölértékel téged. Akkor döntsd el, hogy tehát a Jézus vérét hiszed el, vagy a bűntudatot, amit átélsz. De azt mondod, tehát amit átélek, az a valóság. Nem, az a hazugság. Te ilyenkor a hazugságot éled át. Gondold el, most egy olyan helyszínen élünk, tehát itt a földön, ahol a valóság érzelmeiddé és gondolataiddá tud válni, a valóság viszont a tapasztalaton túl van. Tehát egy ilyen helyen élünk. A mennyben pont fordítva van. Tehát a mennyben nincsen hazugság, a mennyben nincs sátán, a mennyben nincs rossz. Gondold el, hogy a mennyben csodálkoznak, tehát nem ez az életérzés jellemez mindenkit, ez csak minket, földlakókat jellemez. De az Úr az nem földi, hanem mennyei. Ő mennyei ember. Eljött ide, ugye ezt mondja a korintusi levélben Pál apostol. Tehát ő nem földlakó. Mi vagyunk a földlakók. Minket jellemez az, hogy a hazugság gondolatunká tud válni, a hazugság megtapasztalhatóvá tud válni. Ugye a hazugság, a valóság pedig az érzelmeinken túl van, gondolatainkon túl van. Igazából a tudat alatti részünkkel vagyunk csak képesek felfogni a valóságot. De ez csak itt van ilyen. A mennyben meg fordítva van, ott meg tapasztalat, tehát tapasztalat a valóság. Ott kézzel fogható a gondolkozásban, a jelenlétben, mindenben kézzel fogható a valóság, és a hazugságról hírből hallottak azokról az angyaloktól, akik néha eljönnek a földre, meg vissza. És akkor van ilyen, hogy második ég, meg a sátán akadályozza az utat, ahogy Dániel könyvébe olvasunk. Hát ott nem az angyalok milliárdjai jöttek le, egy-egy angyal. Meg most már több van, mert ugye mi is többen vagyunk, tehát újjászületett emberek itt a földön. De nem minden mennyei lény tudja,
Csak hallomásból, aki hallomásból, menyei híradó, hogy na, itt és itt a Perzsia fölött levő, most csak ugye visszautalok a Dániel könyvére, a Perzsia fölött van egy gonosz angyal, és akadályozta Gábrielnek az útját, és ezért SOS hívta a Mihály arkangyalt, hogy álljanak ellen ketten neki. Mert addig el tud jönni, addig ő, a Mihály ott maradt azzal a angyallal vitatkozni, meg lejátszani a meccset. És addig tudta a Gábriel intézni a dolgokat. De hát itt két angyalról beszélünk. De hát a mennyben azt olvasjuk, hogy Istennek hát legalább 200 millió angyal, de az a minimum, de lehet, hogy ennél sokkal többen vannak, léteznek, és a többsége azt se tudja, mi az a hazugság. Még soha nem találkozott ilyennel. Mi meg mindenne élünk. Tehát ne gondoljátok, hogy ez jellemzi az egész világot, amit mi tapasztalunk. Igazából a legtöbb lényt nem az jellemez, amit mi tapasztalunk a Földön. Tehát most az egész világ mindenségre nézve. És nekünk túl kell az értelmünkkel lépnünk ezen a földi gondolkozásmódon, mert akkor földiek maradunk. A Földnek nem csak gravitációs mezeje van, nem csak a gravitáció tart itt bennünket, hanem a fejünk is. Lehúzza a Föld, a földi gondolkodásúvá tesz bennünket. És nem tudjuk felfogni, hát ami itt van, ez Istentől van ikletve, emberek. Ami benne van a Bibliában, az földi fogalomrendszerrel van, mennyei dolgok, legalábbis amennyit fel lehet belőlük fogni, azok emberi fogalomrendszerrel le vannak írva, hogy valahogy tudatosuljanak bennünk. De gyakorlatilag az egész arról szól, hogy egy földön kívüli lény, maga az Isten, akit mi úgy hívunk a mi fogalmainkkal, hogy Isten, de ez egy teljes mindenható lény, aki a mi kommunikációs szintünkre próbált lemenni és valamit elmagyarázni. Amit gyakorlatilag szavakkal nem, tehát sikerült is, de igazából azzal tette teljesen világossá önmagát, hogy Jézus Krisztus lejött a földre, és Jézusnak a cselekedeteiből mutatta meg, hogy ki ő. Tehát nem beszédből. Én nem Jézusnak, az evangéliumokból, most nem tudom te, hogy vagy vele, de szerintem nagyon kevés tanítást tart. Tehát Jézusnak a tanításából nagyon kevés van. Ha levesszük a hegyi beszédet, nagyon kevés tanítás van, hogy Jézus. Tehát igazából az evangélium az arról szól, hogy mit tett Jézus, és nem mit mondott. És azért volt fontos, hogy mit tett, mert az Isten. Tehát Isten ilyen, amit Jézus tett a Földön. Isten így gondolkozik, így akar a te életedben is cselekedni. Na és ugye itt azt mondja, hogy különben megszűnt volna az áldozás, mivel hogy az egyszer megtisztult áldozók többé semmi nemű bűntudattal nem bírtak volna. De hát azt láttuk, hogy bírtak, mert a következő évben újra emlékeztette őket a bűneik, és a Jom Kipur újra emlékeztette őket, hogy szükség van Jom Kipurra. Szükség van, hogy újra és újra Isten megbocsássa a bűneiket. És azt mondja, de azok esztendőnként bűnre emlékeztetnek. Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket. Tehát ez lehetett. Nem törölte el, elfedezte. Ezért az elfedezés a Jom Kipur. Elfedezte a bűnöket, emberek. De ezek a bikáknak és a bakoknak a vére. De Jézus Krisztusnak a vére nem elfedezte a mi bűneinket, hanem teljesen eltörölte a bűneinket. Nem elfedezés történt az új szövetségben, hanem az új szövetségben eltörlés történt. Törölve van. Törölte Isten a bűneinket. 14. verszak. Mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.
Tehát ez azt jelenti, hogy van egy ellentmondás is, mert meg kell szentelődnünk, de úgy szentelődünk meg, tehát úgy tisztulunk meg, hogy már tökéletesek vagyunk. Tehát a szellemünk abszolút tökéletes, de a lelkünknek, testünknek megtisztulásra van szükség, megszentelődésre van szükség. De attól, hogy látjuk az életünkbe, hogy megszentelődésre van szükségünk, attól még tökéletesek vagyunk. Így kell gondolkodnunk. Hát nem tudom, te hogy gondolkozol, de én az ige szerint akarok gondolkodni. Én már tökéletes vagyok. Azt mondod, nézek rá a cselekedetemre. Vagy mondhatja a feleségem, hogy tegnap hogy viselkedtél. Megszentelődésre van szükségem, de ettől függetlenül tökéletes vagyok. Ez Jézus miatt van. Jézus áldozata miatt van. Hát ha ő ezt megcsinálta, hát én nem vagyok olyan bolond, hogy ne fogadjam ezt el. Hát ezt ő csinált, nem én akarok annyira tökéletes lenni. Hát ő azzá tett, akkor én csak elfogadom. Hogyha te azt mondod rám, hogy tökéletes vagyok, Uram, tényleg, te így látsz, tökéletesnek látsz, akkor én is elfogadom. Tökéletes vagyok. Igen. Tökéletesek vagyunk. Igaz, hogy még megszentelődésre van szükségünk, de ez már másodlagos. Isten azt mondja, hogy bizonságot tesz pedig erről mi nekünk a Szent Szellem, mert minek utána előre mondotta, ez az a szövetség, melyet kötök velük. Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat. És figyelj, és most a lényeg, az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem. Ennyi volt. Vége. Nem emlékezik Isten. Tehát ő a szavaival teremt. Tehát amikor azt mondja, nem emlékezem a bűneidről és az álnokságaidról, akkor tényleg ennyi volt, nem emlékszik. És erre mondom azt, hogy ugye miért gondolom, hogy Uram, tudod, mit csináltam tavaly nyáron? Tegnap előtt. És mi bajod van? Emlékszik, próbál emlékezni. Fogalmam nincs, mit csináltál. De tudod, Uram, ez és ez volt. Mi van? Én erre nem emlékszem, hogy ilyet csináltál volna. Hát nem ezt mondja, hogy nem emlékezik meg? Tehát Istennek nem olyan memóriája van, mint nekünk, hogy a démonok előrángatják az emlékeinket, és bedobják az elménknek a feldolgozásába, és akkor mindenre emlékszünk. Meg rossz dolgokra, meg mindenre. Hát Isten azt mondja, elfelejti. Ószövetségben is olvasunk ilyet. A bűneinket a feledés tengerébe veti. Ennyi volt. Azt mondja, Uram, hát a bűnöm, hát... Isten azt mondja, milyen bűnöd? Egy bűn van, hogy az emberek nem hisznek Jézus Krisztusban. Ez az új szövetségnek a bűn kategóriája. Nem hisznek az emberek Jézus Krisztusban. A többi ebből nő ki. Én nem tagadom a többi bűn, ne értsetek félre, de minden bűn ebből nő ki. Ez a fő lényege. Ezért jön a Szent Szellem. Nem azért jön a Szent Szellem, hogy meggyőzön, hogy házasságtörő vagy. Nem azért jön a Szent Szellem, hogy meggyőzön, hogy miket csináltál, hanem azért jön a Szent Szellem, hogy meggyőzön, hogy nem hiszel Jézusban. Na azért csinálod ezeket, mert ha hinnéd, nem csinálnád. Ha tudnád, hogy mit tartalmaz az Isten, Jézus Krisztusba vetett hit, akkor ilyeneket nem is csinálnál. Nem is lehetne kimutatni az életedből. És azt mondja, hogy nem emlékezem meg többé. És néznek, hogy mit mond?
Ahol pedig bűnök bocsánata van, ott nincs többé bűnért való áldozat. Most már érted, hogy Jézus Krisztusnak többet nem kell magát feláldoznia. Mert ha föl kéne áldozni, akkor nem lenne bűnbocsánat. De mert hogy van bűnbocsánat, tehát magyarán az azt jelenti, hogy Isten egyszer és mindenkorra minden bűnödet eltörölte. Nem csak eddig, amit csináltál, hanem egész életednek a bűneit eltörölte. Már most, nehogy most, 2000 évvel ezelőtt. Most minden bűnöm meg van bocsájtva. A jövőben elkövetett bűnök is megvannak. Nem csak a múlt, hanem a jövőben elkövetett bűnök is. Már Isten megbocsájtotta. De azt mondod, hogy? Hát figyelj, hogyha ebben nem tudsz hinni, akkor hogy hiszel abba, hogy Jézus 2000 évvel ezelőtt meghalt a bűneidért, miközben te akkor még nem is éltél? Hát ha azt el tudod hinni, hogy Jézus 2000 évvel ezelőtt meghalt, kiontotta a vérét a bűneid miatt, és 2000 év után te megszülettél, és amíg megtértél, egy csomó bűnt követtél el. Hát ha ezt el tudod hinni, akkor már azt is el tudod hinni, hogy az egész életedre vonatkozó bűn. Mert neki most 2000 éves távlatból nem mindegy, hogy 30 éves korodig, vagy 40, vagy 20 éves korodig, vagy 80 éves korodig, vagy 100 éves korodig bocsájtja meg a bűneidet. Nem mindegy akkor már? Tehát ez azt jelenti, hogyha Isten nem bocsájtaná meg a bűneinket, akkor még kéne áldozni, értünk. De mi, hogy már nem kell többet áldozni, értünk. Az azt jelenti, hogy egyszer és mindenkorra megbocsájtotta Isten a bűneinket. És erről szól a megváltás, hogy Isten elrendezte a bűnnek a problémáit az életünkbe. A bűnnek a fő problémáját az életünkre. Ráadásul ezt úgy sikerült elrendeznie, hogy még tökéletessé is tett bennünket. Hogy van egy olyan abszolút tökéletes, szent, tiszta részünk, amiből mindig meríthetünk. Én nem a szívedről beszélek, mert a szíved is el tud húzni balra-jobbra, hanem a szellemedről. A szellemedbe, gondold el, hogy azt mondja Isten igéje a korintusi levélben, hogyha egyesülni, tehát azt mondja, hogyha paráznával egyesül valaki, egy test lesz vele. Vagyis, hogy aki egy test lesz a paráznával, ő maga is paráznává lesz. És azt mondja Isten igéje, hogy a szent szelleme, tehát mi az Úrral egyesülünk, és egy szellem vagyunk vele. És kérdezem tőled, ha nem tökéletes a szellemed, hogy tudna az Úr egyesülni a szellemünkkel, amikor neki tökélet, tehát ő tökéletes. Tehát ő csak olyan dologgal tud egyesülni, ami valahogy vele lényeget mondjak, tehát az. De valami olyan, ami neki is van. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy valahogy a mi szellemünkkel, mi ahogy tudott egyesülni vele, ezért tökéletes a mi szellemünk. Van egy olyan részed, ami tökéletes benned. Van egy olyan részed, ami abszolút tiszta, és soha nem tud bűnt elkövetni. Most már értitek, hogy honnan tudunk meríteni? Hogy a szellemünkbe, és ráadásul a szellemed még időn kívüli, tehát a tér és az idő nem tudja tehát befolyásolni a szellemedet. És akkor lehet, hogy azért nem tudsz úgy szellemi ember lenni, mert nem olyan erős a szellemed, de a szellemed már most bírja az Istennek a dolgait. Mindent, ami az Isten dolgait. Még az az áldás, amire szükséged van, az a szellemedben már ott van. Neked onnan kell előhoznod. Most nem ilyen jógára gondolok, meg ilyen szellemi akrobata mutatványokra, hanem Isten igéje által, Isten igéje hozza azt elő. Emlékeztek, hogy hozta elő például Saulnál, a király, Saul királynál, hogy hozta elő? Azt mondta neki a Sámuel, hogy figyelj ide, holnap megmondom neked, mi van a szívedben. De addig ott volt benne, hogy ő király lesz Izraelbe. Tehát a valósága, a szelleme már hordozta. És amikor ki lett mondva az Isten igéje, akkor jött elő
úgymond az emberi világba, akkor kezdett el tevékenykedni és megvalósulni az, ami a szellemébe volt benne. Tehát ugyanígy van a mi életünkben is, hogy Isten igéjével tudjuk kihozni és előhozni azokat a dolgokat, amik már a szellemünkbe Isten belehelyezett. Értitek? Vagy a Krisztusban, ami van a szellemünkben. Ezt azért mondom így, mert ugye elején beszéltem arról, hogy az Istennek az áldásait Isten időn túlivá helyezte, tehát szellemivé tette ahhoz, hogy a mi szellemünkkel tudjuk birtokolni ezeket. És a szellemünk által, ahogy az Isten igéje elhangzik, ahogy az Isten igéje kihozza ezeket a valóságokat, elkezdenek megvalósulni. Tehát sokatoknak az életében még ennyi se lenne, hogyha Isten tisztelete nem járnátok, és az igét nem hallanátok. Mert a Saul annak köszönheti, hogy király lett, mert tehát ment az Isten igéjét hallgatni, és az Isten igéje előhozta azt, ami a szívében van. És ettől valósult meg a szellemében levő dolgok. Na, mit szóltok hozzá? Nem jó az ige hirdetés? Nem jó hallgatni az Isten igéjét? Mert több leszel ettől. Mert egy fokkal megint előreléptél arra, hogy megvalósuljanak az Isten dolgai az életedben. Halleluja! Efézus, tehát hogyha visszalapozunk az Efézus 1-hez, akkor itt azt mondja Isten igéje, hogy Efézus 1.14, aki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltatására, az ő dicsőségének magasztalására. Ugye a 13. verszak vége, megpecsételtettek az ígéretnek a ma szent szellemével. A szent szellem hol, mi az a részed, ami meg van pecsételve? Hát a tested nem lehet, mert a tested nem szellem, mert a szent szellem szellem. És ugye akik Isten is szellem, akik Istent imádni akarják, valósággal és szellemmel kell, hogy imádják. Tehát nekünk a szellemünk lett lepecsételve, ez az a részünk, ami analógban van Istennel. Amivel Isten tud valamit kezdeni. És utána fog tudni minden mással is az életünkbe kezdeni. Tehát ő lepecsételte a szellemedet. A megváltással, a bűnbocsánattal lepecsételte. És azt mondta, hogy ezen az én védjegyem van. Ide nem engedek be bűnt, ide nem engedek be rosszat, és a szellemed nem tud elkövetni rosszat. Hát azt olvassuk, hogy akiben az Isten magja van, az nem tud bűnt elkövetni. Hát az Isten magja, az a szellemed. Az a szellemedbe van vetve az Isten igéje benned. Tehát az a elrejtett ember benned, ami a szívedben van. Ez a szellemed, ami abszolút új lett. Efézus levél arról beszél, hogy teljesen szent, teljesen tökéletes, teljesen igaz, teljesen a Isten szellemének a hatása alatt van, és pecsétje alatt van. Az nem tud elkövetni bűnt. Van benned egy olyan rész, ami nem tud elkövetni bűnt. Van benned egy olyan rész, ami nem tud beteg lenni. Van benned egy olyan rész, ami nem tud átkozott lenni. Nem tud az átok működni rajta. És ez a szellemed. Ez Istené, ez egy új teremtés, ez egy vadonatúj teremtés. Ilyen nem létezett előtte. Ilyen nem volt előtte. Most már új ember vagy. Újjászülettél, új ember vagy. Te már nem óember vagy. Az óembered halott. Meghalt az óembered. Vége! Az oda lett szegezve a keresztre, Jézus, amikor azonosultunk a vízkerességgel, Jézus Krisztussal. Oda lett szegeztetve a keresztre az óemberünk. Az el lett temetve az óemberünk. És az, ami föltámadt, az pedig az új ember jött elő, hogy Istennek éljen. Hogy az Istennek a dolgai valósuljanak meg. Tehát neked már meghalt az óembered. Ennyi volt, vége. Meghalt. És te már egy új ember vagy. Ami benned olyan, mintha az óember lenne, az a régi, meg nem újult gondolkodásmódod. És ez annyira valóságosan éled át a gondolataidba és az érzelmeidbe, a személyiségedbe,
hogy azt gondolod, hogy már megint előjött az óember. Hát embere, az meghalt, annak vége. Az nem jön elő. Az nem tud kijönni a sírból.